Összesen 291 diák dolgozhat nyáron Nyíregyházán, a polgármesteri hivatalban és az önkormányzati cégeknél diákmunkásként. Július 5-e és augusztus 20-a között végezhetnek munkát a 16. életévüket betöltött tanulók, maximum 15 munkanapon keresztül, napi 6 órában. Akik időben jelentkeztek, már munkába álltak, de még mindig van lehetőség a jelentkezésre. Milyen munkaköröd van itt most diákmunkásként a múzeumban? Olyan feladatot kaptam kolléganőtől, hogy József András expedíciójának a könyvét kell begépelnem. Hanyadik alkalommal vagy diákmunkásként valahol? Azt hiszem ez a harmadik. Először volt a Borbányán a művelődési házban, utána egy óvodába osztottak be, és most egy kellemesebb munkahelyet kaptam a múzeumban. Mit lehet itt tanulni? Miért jó a diákmunka? Hát szerintem nagyon segíti a művelődést elsősorban. Másosorban azért, mert egyfajta tapasztalatot ad a munkával kapcsolatban. Amúgy hova jársz suliba? Most végeztem. Most érettségiztem a Kossuth-Lajos gimnáziumban. Hogy tetszik itt a munka a múzeumban? Nagyon tetszik, mert eddig sajtófigyeléssel foglalkoztam, és ez nagyon érdekes volt a régi időknek a cikkeit átolvasgatni a Kelet-Magyarországokban. Most pedig a vonalkódozás, és ezt is hasznosnak tartom. Miket lehet itt tanulni? Milyen tapasztalatokat szerezhet az ember diákmunkásként? Hát, ugye ameddig az újságokkal foglalkoztam, a történelmet frissítettem fel benne, meg hát új cikkeket olvastam a régi időkről, ezzel pedig csak tapasztalatot szerzek tulajdonképpen a vonalkódozással, meg hát segítséget nyújtunk a kolléganőnek. Hanyadik alkalommal dolgozol diákmunkásként? Második alkalommal dolgozok, tavaly is itt a múzeumnál dolgoztam, a Kállai gyűjteményben, teremőrként. Amúgy hova jártál, suliba, vagy hova jársz suliba? A Kölcsey Ferenc gimnáziumba járok. Mikor kezdtél itt, és milyen feladattal vagy megbízva? Múlt hét kedden kezdtem itt az alapellátási igazgatóságon. Hát ilyen adminisztratív munkákat végzek nagy részben. Ha jól tudom, akkor van már saját projekted is, amit nem csak hogy elkezdtél, hanem meg is valósítottad. Igen, például a betegelégedettségi kérdőívet kellett készítenem, és akkor ezt én meg is szerkesztettem, ki is nyomtattam, és most éppen azt mérem fel éppen a fogászati röntgenben. Hogyan történik ennek a felmérése? Mi konkrétan a feladatod? Hát oda menni az emberekhez, akik éppen várakoznak a rendelő előtt, és szépen megkérem őket, hogy kitöltenék-e a kérdőívet. Miért hasznos a diákmunka? Miért döntöttél úgy, hogy a nyarat azt munkával kezded? Hát akartam egy kis zsebpénzt keresni, mert nyaralni szeretik menni következő hónapban, és akkor azért választottam ezt a programot. Milyen feladatod van itt az önkormányzaton? Adminisztratív feladatokat látunk el, ebben segítkezünk, például bizottsági jegyzőkönyveket fűzünk, letérti vevényeket írunk, elviszik a határozatokat aláírásokra, ilyesmi. Miért döntöttél úgy, hogy diákmunkát válasz? 2 éve voltam itt szakmai gyakorlaton, és akkor volt mellettem egy diákmunkás, és úgy gondoltam, hogy igazából jó lenne ezt következő nyáron megpróbálni. Miért hasznos ez? Nekem például szakmai gyakorlati szempontból hasznos, mert belelátok a közigazgatásba. Esetleg hasonló szakon tanulsz? Jogot tanulok. Milyen feladataid vannak itt az önkormányzatnál? Hát én papírokat intézek, illetve leveleket írok postára, ilyen kisebb papírmunkákat, amiket rám bíznak, azokat megcsinálom. Hogyan tetszik eddig? Hát tetszik, mert ugye ezáltal is tanulok, meg belelátok így a munka világába, és hát ezzel is szeretnék úgymond foglalkozni. Miért döntöttél úgy, hogy diákmunkára jössz az idén? Mert hát ugye ezzel is pénzt keresek, és akkor így a szüleimnek sem kell úgy adniuk, illetve ezzel magamat is jobban bele tudom tenni ugye a munkába. Minden évben jársz, hogy ez hanyadik alkalommal jöttél? Hát voltam már máshol is diákmunkán, de itt viszont most elsőre vagyok.